Üdvözlöm Önöket, Don Pipernek hívnak. A 90 perc a mennyben című könyvemet néhány évvel ezelőtt írtam. Akkor még nem gondoltam, hogy világszerte ekkora hatást fog kiváltani. Több mint 20 nyelvre lefordították, kapható hangos könyvként és gyengén látók számára készült változatban is, de videóként eddig még nem jelent meg. Két filmet készítettünk, az egyiknek a címe Közkívánatra visszahozva, a másiké pedig gyógyír szív problémákra. Mindkettő a 90 perc a mennyben című történetemet dolgozza fel. Azért imádkozom, hogy áldás legyen minden néző számára. A Don Piper Ministries nevében megköszönöm a szolgálatunkba vetett bizalmat. Szeretnék Önökkel személyesen is találkozni, ha lehet, már ebben az életben, de ha nem, akkor azért imádkozom, hogy majd egy nap a kapuknál láthassuk egymást. Sziasztok, Houstoniak! Hogy vagytok? Üdvözlöm a Springwoods gyülekezet tagjait, hogy vagytok? Nagyszerű látni titeket. Látjátok, mi az eredménye, ha komolyan nekiláttok valaminek? Ilyen sok ember eljön. Nézzetek körül, csodálatos, nem? Köszönöm, hogy eljöttetek, megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Tulajdonképpen itthon vagyok, úgy 20 éve élek Houstonban. Ahogy a pásztorotok említette, sosem gondoltam volna, hogy a világ minden tájára el fogok utazni, hogy a 90 perc a mennyben című élményemről előadásokat tartsak. De itt vagyok, és tényleg megtiszteltetés számomra. Szeretném megköszönni a pásztorotoknak és mindenkinek, aki segített, hogy ez az összejövetel létrejöhessen. Elismeréssel tartozom a gyülekezetetek iránt, mert megszólítjátok a lakóhelyeteken élő embereket. Ha még nem tudod, hova jár gyülekezetbe, szerintem ez jó választás lenne. Ha megnézed, mennyi energiát fektettek ebbe a rendezvénybe, láthatod, hogy olyan emberek járnak ide, akik tényleg dörögnek veletek. Ma bizonyságtevő összejövetelt fogunk tartani. Emlékeztek még, milyen az? Régen rengeteg ilyet tartottak. Néha csak úgy felállítottak embereket a gyülekezetben, és elmondatták velük, hogy alakul az életük. Én is ezt szeretném ma csinálni, elmondom, mi történt az én életemben. Amikor a könyvet írtam, még nem sejthettem, hogy ekkora hatást fog gyakorolni. 4 évvel ezelőtt írtam, és 2 és fél évvel ezelőtt adtuk ki. Arra számítottam, hogy édesanyám majd biztos megveszi, lehet, hogy a szomszédaim is, talán a gyülekezetem tagja. És az életem hátralevő részében a garázsom tele lesz a megmaradt könyvekkel. Ha valaki eljön hozzánk, rátuknálok majd egy könyvet, hogy minél hamarabb visszaállhassak a garázsba az autómmal. Nos, nem így történt. Úgy tűnik, Isten a várakozásaimat messze felülhaladva használja a könyvemet, és az emberek személyesen is hallani szeretnék a történetemet. Eredetileg azért írtam a könyvet, hogy soha ne kelljen róla beszélnem. De úgy látszik, nem sikerült. Rengeteg helyen akarják személyesen is hallani. Így hát kíváncsiak számomra, hogy veletek is megoszthatom. Azért szeretem a bizonyságtevéseket, mert a bizonyság személyes. Hallunk prédikációkat, üzeneteket és mindenféle dolgot, ami megérint, de a személyes bizonyságban azért van sokszor nagyobb erő, mert egy személy mondja egy másik személynek. Mi az, amit Isten tett a te életedben, vagy az enyémben? Nos, az én életemben Isten elképesztő dolgokat tett, és megtiszteltetés számomra, hogy most elmondhatom. Súlyos balesetet szenvedtem sok évvel ezelőtt, 1989-ben. Januárban történt a baleset, de még hónapokkal később is a St. Luke's kórházban feküdtem, és még az is kétséges volt, hogy valaha élve ki fogok kerülni a kórházból. Nagyon sok dolognak kellett ahhoz történni, hogy itt lehessek, és egyáltalán fel tudjak jönni a pódiumra, és beszélni tudjak. Ezt fogom először elmondani. Hazafelé tartottam egy konferenciáról. 60-70 mérföldnyire innen, a Livingston tónál van egy konferencia központ. Egy hétfőtől szerdáig tartó konferencián vettem részt. Hűvös, esős január volt, mint amilyen errefelé lenni szokott. Szerda délelőtt ért véget a konferencia. Beszálltam az autómba, és visszaindultam a gyülekezetembe, ami akkoriban Houstontól délre, Alvinben volt.
Tehát 1989. január 18-án, ezen a hideges napon kihajtottam a konferencia központból. Megálltam a kapunál, és hoztam egy döntést. Ugyanolyan egyszerű döntést, mint te is ma, amikor ideindultál. Nem tűnt fontosnak abban a pillanatban, lehet, hogy csak a kíváncsiság motivált, de egy ilyen jelentéktelen döntésnek is súlyos következményei lehetnek. Próbáld beleélni magad a történetbe, mert lehet, hogy Isten szólni akar hozzád. Tehát aznap délelőtt kihajtottam a konferencia központ kapuján, és úgy döntöttem, hogy nem a megszokott útvonalon megyek haza. Korábban mindig balra kanyarodtam, és az 59-es főúton mentem. Ezúttal viszont jobbra indultam a 45-ös út felé. A térkép szerint mindkét irányban nagyjából egyforma hosszú az út. Ez volt az első alkalom, hogy erre mentem. A kíváncsiságon kívül semmi más oka nem volt, hogy jobbra kanyarodtam és nem balra. Tehát 1989-ben vagyunk, és egy 86-os Ford Escortot vezetek. Nem valami nagy autó. Tehát elindultam, a konferencia központ a Livingston-tól északi partján van, és a 19-es úton haladva átmész a Trinity folyó fölött, ami ma a Livingston-tól. A Livingston-tól úgy jött létre, hogy a Trinity folyót feldúzzasztották, és egy hatalmas üdülőtavat alakítottak ki. Akkoriban a növényzet sokkal kevesebb, a folyó vízszintje pedig sokkal magasabb volt, és csak nagyon keskeny út vezetett arra. Mindössze két sáv, útpatka és szalagkorlát nélkül, és mindkét oldalon víz. Tehát ezen a hosszú töltésen megyek vissza az Elvini gyülekezetembe. A távolban meglátok egy nagy hidat. Furcsa volt, hogy mit keres itt egy híd. Később megtudtam, hogy a hidat még a 30-as évek vidékfejlesztési programjában építették a Trinity folyó fölé. Az első világháborúban szolgált katonák tiszteletére emelték. Azóta már nem használják, mert megépült az új főút, de nem bontották le, mert műemlék. Akkoriban viszont ez volt az egyetlen út, ami átvitt a tavon. Tehát haladok át a tavon, mindkét oldalt víz, látom a hidat a távolban, zuhog az eső, hideg van, én pedig arról gondolkodom, hogy mit fogok aznap este az összejövetelen prédikálni. Szerda van, és nekem kell vezetni az esti összejövetelt, ez jár a fejemben. A következő szombati prédikációm már mellettem hever az ülésen. Mindmáig megvan, az a címe, hogy Hatalmas Istenben hiszek. Ma már van egy nagy folt az elején, amit a vérem okozott. Nem gondoltam, hogy össze fogom vérezni, de megtörtént. Közeledek tehát a híd felé. Nem lehet látni, mi van a hídon túl, mert akkoriban a túloldalon az út egy meredek töltésen folytatódott felfelé. Mivel a hídnak hatalmas vasgerendákból álló felépítménye van, a dombról lefelé jövők nem látják, hogy mi jön velük szembe a hídon. Vasúti hidaknak szokott ilyen felépítménye lenni. Tehát akik fentről hajtanak rá a hídra, nem látják a szembejövő forgalmat, én pedig nem látom, mi van a hídon túl. Már majdnem leérek a hídról, talán 10 méterre vagyok a végétől. Szemből a töltésen lefelé jön viszont egy kamion. A legnagyobb, 18 kerekű típus, amit a texasi büntetés végrehajtó intézet tulajdonában áll. Rabszállító kocsi, amit egy rab, a texasi büntetés végrehajtó intézet egyik vendége vezet. 100 km/h sebességgel jön lefelé a töltésen. A megengedett sebesség 80, tehát én úgy 80-nal haladok át a hídon, ő pedig 100-zal jön le a dombról, amikor meglátja, hogy ott egy autó a sávjában, és neki fog menni a sebesség és a meredek lejtő miatt. A másodperc tört része alatt hoz egy döntést, ez is egy ilyen döntés, és úgy dönt, hogy kikerüli az autót. Tudja, hogy vagy neki megy hátulról, vagy megkockáztatja az előzést, hát ha nem jön szembe semmi. Nem látja, hogy jön-e valami, de megkockáztatja. Mindez a pillanat tört része alatt. Nos, jött szembe valaki. Én jöttem szembe a kis autómmal. A kamion frontálisan belém jött, 180 km/h sebességgel történt az ütközés, ha a kettőnk sebességét összeadjuk. Akkor erővel történt, hogy a vezető oldalán levő mind a 9 kerék keresztül ment az autómon, összegyűrte és nekivágta a korlátnak. Utána még neki ment annak az autónak is, amit ki akart kerülni, majd még egynek, mielőtt meg tudott volna állni. 4 jármű szenvedett balesetet, 3 személyautó és egy kamion. And so there they are, all crumpled up together.
A rabszállító autót két börtönőr követte egy kis teherautóval, ugyanis nem úgy van, hogy csak úgy odaadják a rabnak a kocsikulcsot, és remélik, hogy majd csak visszajön. Megálltak mögötte, és még mielőtt kiszálltak volna, egyből elkezdtek erősítést hívni, rendőröket és mentőt. Nem tudták, hogy vannak és sérültek, csak felbecsülni tudták, hogy valószínűleg több sérült is lehet. Végül négy mentőautó is megjelent, mivel négy jármű rongálódott meg. Elég sokáig tartott, mire kiértek, hiszen akkoriban elhagyott terület volt. Mind a négy csapat mentős megvizsgált mindenkit, hála Istennek, a másik két autós nem sérült meg, megvizsgálták a kamionsofőrt is, és hála Istennek egy karcolás nélkül megúszta, megvizsgáltak engem is, és mindnyájan megállapították, hogy a baleset halálos áldozata lettem. A helyszínen meghaltam. Szörnyet haltam az ütközésben. Akkor most megkérdezheted, hogy ha meghaltál, akkor ugyan most mit keresel itt? Valami kellett, hogy történjen ahhoz, hogy túléljem a balesetet, és ma itt lehessek, és ez a 90 perc a mennyben című történet. A mentősök megmondták a rendőrnek, hogy a piros autóban levő ember, vagyis én, meghalt. Nem élte túl a balesetet. Ekkor a helyszínelésért felelős rendőr elővett az autójából egy vízhatlan ponyvát, bemászott vele a kocsimba, és betakarta a holttestet. Két okból tette, egy, hogy esett az eső. Az autó minden ablaka kitört, és a dolgaim összetörtek, mégis amennyire lehetett, meg akarta védeni az autó belsejét az esőtől. A másik, hogy hátborzongató volt a látvány. Szó szerint vérfürdő volt, és nem akarták, hogy bárki is ilyet lássam. Ekkor még meg kellett várniuk egy megyei hivatalnokot, aki meghozza a hivatalos döntést, és aláírja a szükséges papírokat, hogy a holttestet elszállíthassák a hullaházba. Ahhoz, hogy egy balesetben elhunyt személy holttestét elszállíthassák, el kell végezni némi papírmunkát, amihez megyei tisztviselő szükséges, aki ez esetben a békebíró volt. Tehát megpróbálták értesíteni a békebírót, hogy jöjjön ki, írja alá a papírokat, hogy a holttestet elszállíthassák. Ez idő alatt mindkét irányban mérföldekre felhatorlódott a forgalom. Nem egy forgalmas terület, de ha lezárják az utat, akkor nem lehet más úton átmenni a tavon. Tehát torlódás alakult ki, és ne felejtjétek, épp egy konferenciáról tartottam hazafelé, tehát akik utánam jöttek el a konferenciáról, szintén fennakadtak. Többségük Texas különböző városaiba tartott. Köztük volt az Észak-Houstoni Kleinben szolgáló pásztorházaspár Dick és Anita Onorecker. Én Elvin felé, ők pedig Klein felé tartottak, és a baleset idején valahol messze mögöttem jöttek. Amikor odaértek a torlódáshoz, kiszálltak és oda mentek a baleset helyszínéhez. Dick megkérdezte a helyszínért felelős rendőrt, hogy pásztor vagyok, van valaki, akiért imádkozni kellene? Nincs ebben semmi rendkívüli dolog, ha egy pásztor imádkozni szeretne a sérültekért. A rendőr azt válaszolta, hogy nincs senki. Nem azért, mert nem hitt az imában, hanem mert tudta, hogy nincs itt senki, akiért imádkozni lehetne. A többi autóst és a rabot már elvitték, a piros autóban levő ember pedig már meghalt. A rendőr tudta, hogy a pásztor teológiájába valószínűleg nem fér bele a halottakért való közbenjárás. Vannak, akiknek a teológiája ezt megengedi, de az övé nem. Az, hogy mégis megtette, vagyis imádkozott értem, az nem a teológiája miatt történt, hanem azért, mert Isten mondta neki. Azt mondta neki ugyanis, hogy imádkozz a piros autóban levő emberért. Szó szerint ez történt. Amikor a rendőr kimondta, hogy a piros autóban levő ember meghalt, Isten így szólt a pásztorhoz, imádkozz a piros autóban levő emberért. Dick erre azt mondta a rendőrnek, hogy úgy érzem, imádkoznom kell ezért az emberért. A rendőr válaszolt, hogy uram, nem szállhat be abba az autóba. Csak nézzen rá.
éles fémdarabok, üvegcseré veszélyes lenne. Következett tehát egy párbeszéd, amelyben mindketten erősködtek, hogy miért kellene, illetve miért nem kellene beszállnia az autóba. Oda visszament egy darabig. A rendőr utolsó érve az volt, hogy azért nem szállhat be az autóba, mert szörnyű a látvány a ponyva alatt. Erre Dick azt válaszolta, hogy Vietnámban egészségügyi katona voltam, láttam ilyeneket, és cseppet sem fog zavarni. Mindenre megvolt a válasza, végül is pásztor, és a pásztoroknak mindenre van válaszuk. A rendőr beleegyezett, de kikötötte, hogy amint a békebíró ideér, abba kell hagynia. Rendben, mondja Dick, csak hadd imádkozzak már érte. Az autó szörnyen deformált állapotban volt. Csak úgy tudta megközelíteni a holttestet, hogy hátulról mászott be. Csapott hátuljú autó volt, és a csomagtartó fedele leszakadt az ütközéskor, így hát bemászott hátulról a ponyva alá, átnyúlt a hátsó ülés fölött, és a jobb vállamra tette a kezét. Azért a jobb vállamra, mert ez volt az egyetlen, ami épp maradt. Ezt még a ponyva alatt a sötétben is láthatta. Letakadtak ponyvával, Dick pedig a ponyva alá mászott, de mivel a baleset 11:45-kor történt, előtt, így is elég fény szűrődött be ahhoz, hogy lássa, hogy hol és milyen állapotban vagyok. Tehát a jobb vállamra tette a jobb kezét, és elkezdett imádkozni értem. Adhatok egy tanácsot? Ha valaha is ilyen helyzetbe kerülsz, remélem, hogy soha, de ha mégis egyszer egy hulláért kell imádkoznod, akkor annak nagyon jó imának kell lennie. Jobb, ha beleadsz mindent, amit van. Dick is ezt tette, áthajolt az ülésen, keze a vállamon, és mindent beleadva imádkozott. Ekkorra már a gyülekezetet is értesítették. Annyit mondtak csak, hogy súlyos balesetet szenvedtem, azt nem, hogy meghaltam. Az ilyen hírt, ha lehet, nem telefonon szokták megmondani, hanem személyesen. Tehát a hívők tudtak a balesetről, de arról nem, hogy meghaltam. Csak annyit tudtak, hogy baleset történt. Feleségem tanár, épp iskolában volt, a gyerekek is iskolában voltak, így hát elhozták őket is, és a gyülekezeti épületben intenzív ima összejövetelbe kezdtek. Isten sosem ironikus, de az élet néha ironikus tud lenni. Aznap este ima összejövetelt vezettem volna a gyülekezetben, de aznap délután én magam váltam az ima összejövetelt tárgyává. Tehát imádkozni kezdtek, valamint kinyitották a Houstoni telefonkönyvet, és elkezdtek felhívni minden gyülekezetet, ABC sorrendben, függetlenül attól, hogy milyen gyülekezet, melyik felekezethez tartozik. Felhívtak mindenkit, és megkérték őket, hogy imádkozzanak értem. Van egy pásztor, aki súlyos balesetet szenvedett. Megtennétek, hogy imádkoztok érte? Mindenki igent mondott. És felhívnátok más gyülekezeteket is? Igen, felhívunk másokat is. Így rövid idő alatt futótűzként terjedt a városban, az államban, szomszédos államokban, egész Amerika szerte és világszerte. Több ezer ember imádkozott értem, és nem tudták, hogy meghaltam, csak azért imádkoztak, hogy jól legyek. Egy ember pedig ott volt a holttestem mellett a kocsiban, és a ponyva alatt a sötétben imádkozott. Ez zajlott a földön. Én eközben máshol voltam. Amit ott hagytam, az igazából csak a földi házam. A földi öltözet, amiben a földi életem során lakok. Abban a pillanatban, hogy a kamionnal összeütköztem, ott álltam a mennykapuinál, de erről az összejövetel végén beszélek majd. Mert az egész történetben ez a legjobb. Éppen belépek a kapukon, mi alatt a földön ezek történnek. Odalent sokan imádkoznak, és én egyáltalán nem vagyok tudatában annak, ami ott történik, legkevésbé sem érdekel, és fogalmam sincs arról, ami a földön történik. Azt sem tudtam, hogy balesetet szenvedtem. Az egyik legjobb dolog, ami a balesetemmel kapcsolatos, hogy sok olyan ember, aki előtte már évek óta nem imádkozott, aznap újra imádkozni kezdett. Meghallották, mi történt. Aggódni kezdtek miattam és a családom miatt, és egyszerűen térdre, egyesek arcra borultak Isten előtt, imádkozva, hogy ne halljak meg, hanem gyógyuljak meg. Nem tudták, hogy már meghaltam, csak imádkoztak. Mindeközben én a menny kapujánál állok.
A földön 13 óra 15-kor még mindig a békebírót várták. A baleset 11:45-kor történt, és a békebíró még mindig nem érkezett meg, hogy aláírja, hogy a holttestet elszállíthatják. A forgalom áll, a pásztor a ponyva alatt imádkozik értem, majd elkezd dicséreteket énekelni. Sok dicséret igazából megzenésített ima. Ha belenézel egy dicséreteket tartalmazott könyvbe, majdnem mindegyik dal végén ott van, hogy ámen. Ez azt jelzi, hogy valaki ezt imádkozta egyszer, és zenét írt hozzá. Így lett belőle dicséret. Dick egy ilyen régi dicséretet énekel, aminek az a címe, hogy Jézus, micsoda barát. Sokan ismeritek talán. Azt a részt énekli, hogy azért veszítjük el a békességet, és hordozunk fölösleges fájdalmakat, mert nem viszünk mindent Isten elé imában. Eközben én a mennyben az arany utcákon sétálok, emberek pedig világszerte több ezeren értem imádkoznak, nem tudva, hogy már elköltöztem. Dick pedig a vállamat fogja, és a dalban ahhoz a részhez ér, ami úgy szól, hogy nem viszünk mindent Isten elé imában. Ekkor hirtelen, ott a ponyva alatt a sötétben, minden figyelmeztetés nélkül elkezdtem ugyanezt énekelni vele. Erre aztán nagyon gyorsan kipattant az autóból. Te sem maradtál volna ott, ugye? Oda ment ugyanahhoz a szegény rendőrhöz, akinél kikönyörögte, hogy bemászhasson, és valami olyasmit mondott neki, hogy énekel a halott. A rendőr nem hitt neki. Nem azért, mert hiteltelen személynek tartotta, hanem csak azt hitte, hogy Dick túlzottan beleélte magát a dologba, és becsapta a fantáziája. Azt hitte, megviselte az érzelmeit, ahogy egy halottért imádkozik a ponyva alatt, és csak képzeli, hogy a halott énekelni kezd. Pedig tisztán emlékszem, hogy énekeltem. Dick újabb vitába kezdett velük, ezúttal azért, hogy még egyszer vizsgáljanak meg. Előtte már többen megvizsgáltak, a négy mentőautóból három már elment, és a negyedik éppen indulni készült, mivel mentőautóval nem szállíthatnak holttestet. Tehát az utolsó mentőautó már indulni készült, és Dick tudta, hogy a túlélésem egyetlen esélye, hogy bekerüljek abba a mentőautóba. Azt válaszolták, sajnálom uram, már megvizsgáltuk, vissza kell mennünk, mert szolgálatban vagyunk, a férfi már nem él, majd egy másik autó elszállítja. Erre Dick odaállt a mentő elé, és megszólalt. Ha anélkül indulnak el, hogy megvizsgálnák, ide fekszem az autó elé, és el kell, hogy gázoljanak. Így hát beleegyeztek, és kénytelenségből felemelték a ponyvát. Mit gondoltok, mit láttak? Tényleg életben voltam. Nem nagyon, de azért mégis. Úgyhogy akcióba lendültek. A mentősök nagyon értenek ahhoz, hogy hogyan lehet valakit összetört autóból kimenekíteni. Élő embert sokkal körülményesebb kiszedni az autóból, mint egy halottat. Speciális felszerelést kellett hozatni a közeli Huntsville-ből, hogy fel tudják nyitni az autót és ki tudjanak szedni. Miután sikerült, a Trinity városában levő klinikába szállítottak. Az ottani orvosok kijöttek, és a mentőautóban megvizsgáltak, majd kijelentették, hogy semmit nem tehetnek értem, vigyenek tovább Huntsville-be. Oda vittek, ott már kivettek a mentőből, elvégeztek néhány vizsgálatot, és megállapították, hogy semmi esélyem a túlélésre, ha csak azonnal nem szállítanak egy traumatológiai központba. Akkoriban a legközelebbi traumatológiai központ a houstoni Herman kórház volt. Próbáltak mentőhelikoptert hívni, de az időjárási viszonyok miatt a helikopter nem tudott felszállni. Tehát még mindig Huntsville-ben vagyok, és nekiállnak megszervezni, hogy mentővel szállítsanak Houstonba súlyos, kritikus állapotban. A 45-ös úton száguldottunk Houston felé, és ekkorra már a sok és a gyógyszerek hatása elmúlt, és szörnyű fájdalmaim voltak. Minden szívdobbanástól, minden csontomat lüktető fájdalom járta át. Mintha minden végtagomat kalapáccsal ütötték volna. Az oxigén maszk fölött felnéztem a mentősre, és megkérdeztem, hogy tudna-e valami fájdalomcsillapítót adni.
Azt válaszolta, már beadtam, amennyit csak lehet. Ha adok még, akkor valószínűleg elveszíti az eszméletét. Erre úgy néztem rá, mintha azt mondtam volna, hogy pontosan ezt akarom elérni. El akarom veszíteni az eszméletemet. Megérthette, mert ezt mondta. Uram, a lelkemre kötötték, hogy ne hagyjam, hogy elveszítse az eszméletét. Ha elveszti, lehet, hogy sosem hozok többé vissza. Ezt nem hagyhatom. Ezt leráztam magamról, és azon tűnődtem, hogy hogy kerültem ebbe a rémálomba. Emlékeztem, hogy több autó is részt vett a balesetben, de nem tudtam, hányan sérültek meg. De ott, a mentőautóban fájdalom sikolyokat hallottam. Megint megszólítottam a mentőst, hogy ha nekem nem tud fájdalomcsillapítót adni, akkor legalább a többieket hallgattassa el, szörnyű a sikoljaikat hallani. Erre a vállamra tette a kezét, és így szólt. Uram, önön kívül senki más nincs ebben a kocsiban. Ön az, aki kiáltozik. Ekkor rájöttem, hogy nem áll túl jól a helyzet. Azt még nem tudtam, mennyire rossz lesz később, mielőtt javulni kezdene újra. Megérkeztünk a Houstoni kórházba, és úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna. Kinyílik a mentő ajtaja, odatolatunk a sürgősségi osztály bejáratához. Feleségem, aki a történet egyik hőse, ott áll, vele a gyülekezet egyik diakónusa, és egy rendőr ismerősünk. Berohannak velem a vizsgálóba, és mindenféle vizsgálatokat végeznek, a CT meg az MR vizsgálatot, hogy megállapítsák, mi az, ami megmenthető. Ezután elmondták az első jelentést a feleségemnek. Az orvos így szólt. A férje kritikus állapotban van. Megteszünk mindent, de jelenleg nem tudom megígérni, hogy meg tudjuk menteni. Egy kis jó hírrel minden esetre szolgálhatok. Nem tudom megmagyarázni miért, de valami miatt a helyszíni és az itteni eredmények nem egyeznek. A helyszínen súlyos agykárosodást állapítottak meg, illetve belső sérüléseket, ahogy a kormány beleállt a hasába. Ugyanis a kocsi teteje beszakadt a kamion súlya alatt, és egyszerűen összetörte a fejemet. Még a szívem megállása után is folyt a vér a füleimből, a szemeimből és az orromból, ami nagyfokú agykárosodásra utal. A feleségem azóta is úgy gondolja, hogy nagyfokú agykárosodást szenvedtem, de ez más történet. A kormánykerék gyakorlatilag felnyárcsalt. A kerek része leszakadt, a közepe pedig beleállt a mellkasomba, tehát voltak belső sérüléseim. A kamion súlya a műszerfalon keresztül mindkét lábamon keresztül ment. A jobb térdem eltört, ezért a jobb lábam az ellenkező irányba hajlott, mint ahogy tervezték. A bal lábam pedig, mintha giotin alá került volna. A térdem fölött a műszerfal egyszerűen ketté vágta a lábamat. A combcsontomból, ami az emberi test leghosszabb csontja, egy 10 centis darab kirepült az autóból és eltűnt a tóban. A lábam alsó része az autó padlóján hevert. Valószínűleg felemeltem a kezemet, amikor megláttam, hogy a kamion felém jön, mert a vállam kificamodott és a hátam mögé került. Természetesen a vezetőülésben ültem, a karom mögöttem volt. Ez a rész innentől lefelé pedig a hátsó ülésen hevert. Ezeket látva, Dick azért imádkozott, hogy ne legyen agykárosodásom és belső sérüléseim, mert ezek azt jelentették volna, hogy nem élem túl. Tehát ezekért imádkozott. Az orvos azt mondta a feleségemnek, hogy nem tudjuk, miért nincs agykárosodása és belső sérülései, mert a helyszínen még volt, de itt már nincs. Ez tehát a jó hír. Nos, Dick pont ezekért imádkozott. Tudom, mi hozta a változást, Isten nem hagyta abba a csodatevést. Isten ma is válaszol az imára.
élő bizonyítéka vagyok ennek. Azért élek, mert sok ember azt kérte Istentől, hogy maradjak életben. Több ezer ember mindent beleadva könyörgött Istennek, hogy éljem túl a balesetet. Túléltem, mert az imáikra választ kaptak. Rengeteg csoda kellett ahhoz, hogy életben maradjak. Mindmáig találkozok olyanokkal, akik, amikor megtudják, hogy ki vagyok, eszükbe jut, hogy 18 évvel ezelőtt a világ vagy az ország valamelyik részén imádkoztak értem. Két lábon járó bizonyítéka vagyok annak, hogy Isten meghallgatja az imákat. Jézus a János 14-ben a húsvét előtti héten, egy héttel a halál előtt kijelentette, hogy ha a nevemben kéritek, megteszem. Semmi kétséget nem hagyott. Ennek ellenére lehetséges, hogy imádkoztál valamiért, és noha azzal zártad le az imádat, hogy Jézus nevében, mégsem történt meg a dolog. Gondolj bele, más személynek mondott kérés vagy kérdés esetén is lehet az a válasz, hogy nem. Vagy az is lehet a válasz, hogy majd később. Itt a Földön idő alá vagyunk vetve, de Istennél nincs idő, ő nála örökké valóság van. Az idő teljességében meg fogja válaszolni a kérdésedet. Ma már van annyi élettapasztalatom, hogy elmondhatom, örülök annak, hogy Isten bizonyos kéréseimre nemmel felelt. Mert ha megkaptam volna, amit kértem, akkor, amikor kértem, az katasztrófát okozott volna. De Isten mindig hűségesen válaszolt az imáimra. Hiszek abban, amit Jakab ír, hogy van, amikor azért nem kapunk meg valamit, mert nem kérjük. Istennel való közösségre lettünk teremtve, és ahogy édesanyám is szereti, ha felhívom, Isten is szereti, amikor a gyerekei beszélnek hozzá. Ez az ima lényege. Hiszek az imában, a megválaszolt ima élő bizonyítéka vagyok. Tehát buzdítalak, hogy legyetek imádkozó emberek. Hadd tegyek fel egy kérdést. Itt vagyunk Houstonban. Mi történne, ha ugyanolyan tűzzel imádkoznánk az urat még nem ismerő emberekért, mint ahogy az a férfi imádkozott értem az autóban? Gondoljatok bele. Gondold át az ima életedet. Azért nem kapunk, mert nem kérünk. Ha Istent megszólítod, akkor válaszol, hogy itt vagyok. Tehát Isten ma is tesz csodákat. Tudjátok, miért gondolom így? Több százat tudnék mesélni. 13 hónapig voltam kórházban. 34 súlyos műtéten estem át. Rengeteg csoda kellett ahhoz, hogy feljöhessek a színpadra, és lemehessek, amikor befejezem, pedig azt mondták, hogy soha többé nem fogok járni. Az is elgondolkodtató, hogy Dick és felesége, Anita, előbb hagyták el a konferencia központot, mint én. Már korábban hazaindultak. Előrébb jártak a Houston felé vezető úton, mint én. Anita útközben odafordult a férjéhez, és megszólalt. Drágám, fázom, hideg van ebben az autóban. Megállhatnánk valahol egy kávéra? Persze, válaszolta a férje, itt a tó mellett van egy kávézó. Bekanyarodtak, Dick beszaladt egy kávéért, hogy a felesége felmelegedjen. Míg ők megálltak a kávéért, én megelőztem őket. Egyetlen kávéba került, hogy mögöttem jöttek, és nem előttem. Még mindig nem hiszed, hogy Isten csodákat tesz? Egy jó ideig hordtam külső csontrögzítő szerkezeteket, tudjátok, egy rúd itt bemegy, át a csonton, és kijön a másik oldalon. Olyan volt, mint a 30 jégcsákányt beletöftek volna a lábamba, a karomban pedig 12-t. Ebben a karomban az összes csont a jobb csípőcsontomból lett átültetve, a bőr pedig a jobb lábamból származik. Az orvosok nagyon ügyesen megtalálják a sértetlen részeket, és összevagdossák azokat is. De minden esetre működött. Ez a saját karom, saját lábam, nincsenek a legjobb állapotban, de rajtam vannak, és azért, mert Isten sok csodát végrehajtott. Isten ma is tesz csodákat. Lehet, hogy neked is csodára lenne szükséged. Lehet, hogy azt gondolod magadban, rendben van itt ez a férfi, aki túlélt egy balesetet, és ahhoz képest, hogy frontálisan ütközött egy kamionnal, egész jól néz ki. De ha tudná, hogy mi történik az én életemben, nagyon nagy csoda kellene ahhoz, hogy kivergődjek abból a problémából, amivel szembe kell néznem.
Jó hírem van számodra, Isten ma is tesz csodákat. A te életedben is tud csodát tenni. Figyelj csak, ha Isten egy piros autóban újra tud éleszteni egy halott hapsit, akkor tuti, hogy helyre tudja állítani a házasságodat. Nem de? Hiszen ő Isten. Ha Isten egy piros autóban újra tud éleszteni egy halott hapsit, akkor tud neked jobb munkát adni annál, mint amit elvesztettél. Ki tud segíteni abból a függőségből, amivel évek óta küzdködsz. Tud segíteni abban, hogy új életmódot alakíts ki, miután elvesztettél valakit, akit szeretsz. Igen, képes rá, hiszen ő Isten. Ehhez csoda kellene? Az a jó hír, hogy Isten ma is tesz csodákat. Láttam, átéltem, én magam egy csoda vagyok, úgy érte, hogy sok csoda eredményeképpen vagyok itt. Némelyiktől egészen elképednétek, de most nincs időnk belemenni a részletekbe. Mielőtt még a mennyről beszélnék, el szeretném mondani, hogy vannak olyan dolgok, amik, ha megtörténnek, már nem leszel utána ugyanaz az ember. Az emberi természet olyan, hogy vissza akar menni, és újra akarja alkotni azt az életet, amit akkor élt, mielőtt az a dolog megtörtént volna. Értitek? Az igazság viszont az, hogy nem fog menni. Nem vagyunk már ugyanazok, mint mielőtt megtörtént az a dolog. Erre jöttem rá. Ennek a könyvnek nem én vagyok a hőse. A könyvem nagyon kendőzetlen képet nyújt egy olyan emberről, aki az életében történt tragédia után nem tudja, mit kezdjen magával az élete hátra levő részében. Én vagyok ez az ember. A feleségem, a családom és a gyülekezetem a könyv hősei, én nem. A könyvemben leírtam, milyen szörnyű harcot kellett vívnom a depresszió, a fájdalom és a reménytelenség ellen. Tudtam, hogy a mennybe fogok jutni, mert már jártam ott. Az ágyban fekve viszont napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra azon vívottam, hogy lesz-e valaha valóságos értelme a földi létezésemnek. Talán te is hasonlót élsz át. Lehet, hogy nem azért, mert kórházban vagy, hanem mert átmentél bizonyos dolgokon. A St. Luke kórház 21. emeletén értem a mélypontra. Akkoriban ott volt az ortopédia. Teltek a hetek és a hónapok, és én csak feküdtem a 21/15-ös szobában, és nem tudtam, hogy valaha kijutok-e onnan. Amikor megkérdeztem az orvost, hogy mikor veszik már le ezt az izét a lábamról, azt válaszolta, hogy lehet, hogy majd valamikor leveszik, de lehet, hogy a lábammal együtt, mert elfertőződhet. Ennyi ideig napi 4 alkalommal csavaroztak, és még így is lehet, hogy elvesztem a lábamat? Igen, hát rám tört a depresszió. Azt mondhatod, hogy egy szolgáló testvérnek nem kellene depressziósnak lennie? Hát csak várd ki a végét. Bárkit elfoghat a depresszió. Nem abban veszítettem el a reményt, hogy hova fogok kerülni, hanem abban, hogy valaha is értelmes földi életet tudok majd élni. De Isten leállított, és egy zeneszámon keresztül szólt hozzám. Ezt mondta. Fejezd be, hogy állandóan magadra gondolsz. Azt találd ki inkább, hogy tudsz segíteni olyanoknak, akik olyan helyzetbe kerültek, amiben te most nem találsz senkit, aki segítene. Amíg itt vagy, találd ki, hogyan segíthetsz másoknak, és Isten fel tudja majd használni, amit átéltél, és tud másoknak segíteni rajtad keresztül. Amikor elkezdtem másokra gondolni, és arra, hogy mekkora fájdalmat élek át, mennyire magányosnak és elhagyatottnak érzem magam, rájöttem, hogy ezt nem kívánom senkinek. Ezért döntöttem el, hogy könyvet írok, és segíteni fogok az embereknek, hogy új életet kezdhessenek, hiszen nem marad az ember ugyanaz, ha ilyen dolgon megy keresztül. Én sem maradtam ugyanolyan, mint előtte, és máig sem vagyok. Leütöttek, de nem ütöttek ki, titeket sem. Rendesen összevertek, de nem győztek le. Még itt vagyok. Lehet, hogy nem indulok olimpián, de el tudok menni az egyik helyről a másikra, és amikor odaérek, segíteni próbálok valakinek, aki hasonló helyzetbe került, mint én. Lehet, hogy köztetek is van olyan, akinek erre lenne szüksége. Új életcélt kell találnod. Meg kell békülnöd azzal a ténnyel, hogy nem mehetsz vissza oda, ahol voltál, mielőtt a férjed meghalt, vagy elvesztetted a munkahelyedet, vagy a gyermeked balesetben meghalt. Nemrégiben 5 párral is foglalkoztam, akik 20 év alatti gyermeküket veszítették el. Egyik pár gyermeke autóbalesetben halt meg. Küszködnek, próbálják feldolgozni, de szörnyen fáj nekik. Nekem is vannak gyermekeim, de csak elképzelni tudom, hogy érezhették magukat. De tovább kell lépniük. A gyermekeink Istenhez tartoznak, mi csak kölcsönbe kapjuk őket, és a gondnokaik vagyunk. A múltkor beszéltem egy hölgyel, akinek a férje motorcsónak versenyző volt. Jól versenyzett, de balesetet szenvedett, amely az életébe került.
A hölgy a férje halála után tudta meg, hogy a férje szervdonori nyilatkozatot tett, vagyis hozzájárult, hogy idő előtti halála esetén minden szervét felhasználhatják. Ahogy olvasta a nyilatkozatot, alig hitt a szemének. Nem akarta, hogy a férje testét feldarabolják. De végül elfogadta, hogy ez az ő akarata, így hát a férfi szemeit felhasználták, és más valaki látott vele. Mindkét veséje megmentette egy-egy embernek az életét, a mája is megmentette valakinek az életét, és több ember számára hoztak hasznot a szervei. A tragikus veszteség ellenére tudjátok ma, mivel foglalkozik ez a hölgy? A Szervdonorok Egyesületének elnöke az egyik államban. Látta, mekkora változást eredményez ez a dolog, és megtalálta az új élet célját. Úgy gondolja, azért kellett keresztül mennie ezen, hogy segíteni tudjon másoknak keresztül menni a saját problémáikon. Nagyon sok ember megkeseredik, miután keresztül megy bizonyos dolgokon. Neked nem keserűnek, hanem jobb embernek kell lenned. Isten segíteni fog, hogy lapozz. Lehet, hogy ez az az üzenet, amire neked is szükséged van. Képes vagy rá, és meg is kell, hogy tedd, mert az önsajnálat nem vezet ki a kemény időszakból. Tudom milyen, semmiképpen nem áll szándékomban lebecsülni. Én is átéltem. De azt mondom, változást hozhatsz mások életében, és segíthetsz olyanoknak, akik hasonló helyzetben vannak. Nos tehát, amikor összeütköztem a kamionnal, egyből ott találtam magam a menny kapuinál, és olyan emberek vettek körül, akiket a földi életemben ismertem és szerettem. Nagyon is jól néztek ki. Ha jól akarsz kinézni, a mennybe kell jutnod. Már hogy értem? Úgy, hogy a mennyben tökéletes vagy. Itt a Földön tele vagyunk sebesülésekkel, kívül is és belül is. Innentől lefelé úgy nézek ki, mintha beleestem volna a bálázógépbe. Tele vagyok vágásokkal, bőrátültetésekkel, úgy kellett összerakni a baleset után. Ha 500 év múlva megtalál egy régész, azt fogja hinni, megtalálta a hiányzó lencemet az evolúció elmélethez. Szinte mindenemet úgy kellett átültetni vagy átrendezni. Ott a mennyben viszont egy karcolás sem volt rajtam. Emlékeztetek mindenkit, hogy a mennyben egyedül Jézusnak vannak sebei, azért, hogy emlékeztessen arra, amit értünk tett. Kifizette az árat. Ott fenn egy karcolás sem volt rajtam. Mindenki remekül nézett ki, tökéletesek voltak, kortalan, örök ifjúnak néztek ki. Fel lehetett ismerni őket. Akikkel a kapuknál találkoztam, mind olyan emberek voltak, akiket ismertem. Olyanok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy odajussak. Hogyan? Elvittek magukkal gyülekezetbe, Krisztusról beszéltek, felhívtak hétfőn, ha nem mentem gyülekezetbe vasárnap. Mind olyan emberek voltak, akik pozitív hatást gyakoroltak rám. És ott álltak a kapunál, hogy fogadjanak. Az emberek azt hiszik, hogy ha a mennybe kerülsz, akkor ott csak a felhőkön ücsörögsz és hárfázol. Nem igaz. A menny mozgalmas hely, történnek a dolgok. Például az emberek fogadják azokat, akik utánuk érkeznek. Ez aztán nagyszerű feladat. De természetesen felvetődik egy kérdés. Te ki elé fogsz kimenni? Ki kerül majd a mennybe a te segítségeddel? Kivel osztod meg azt, amit ismersz az Úrból? Kinek beszélsz Jézusról? Nem piszkálni akarlak, csak az igazságot mondom. Ha az utánunk jövőket üdvözöljük, és engem olyan emberek üdvözöltek, akik segítettek odajutni, akkor adódik a kérdés, hogy mi kiket fogunk üdvözölni. Szerinted miért vagyunk itt még mindig? Miért nem kerültünk fel egyből a dicsőségbe, amikor keresztények lettünk? Miért vesztegetjük itt az időt? Nem tettünk meg még mindent, hogy bejuthassunk a mennybe? De igen, ha Krisztus befogadtad, nincs más követelmény, tiéd a menny. Ha most meghalnál, egyenesen oda kerülnél. Gondolkodtál már, miért késlekedünk itt? Szerintem azért, mert van feladatunk a Földön. Isten azért mentett meg, hogy szolgáljunk. Van oka az itt létünknek. Van oka a gyülekezeted létezésének. Felelősséggel tartozunk a lakóhelyünk felé, meg kell osztani az emberekkel a hitünket, beszélnünk kell Krisztusról. Ott olyan emberek fogadtak, akik segítettek odajutni, nekem pedig felelősségem, hogy segítsek odajutni, ahány embernek csak tudok. Tehát te, kit fogsz a menny kapujában köszönteni? Kik fognak miattad odajutni? Ott volt tehát ez a sok remekül kinéző ember. Pár hónappal ezelőtt ennél a résznél egy férfi félbeszakította az összejövetelt. Fölállt az alkalom közepén, és megszólalt. Meséljen nekem a hajról.
Mondom neki, tessék? Azt mondja, beszéljen nekem a hajról. Ugyanis neki nem volt már. Azt válaszoltam, hogy ezen gondolkodom kell egy kicsit, de emlékezetem szerint mindenkinek, akit a mennyben láttam, volt haja. Erre megszólalt. Dicsőség Istennek. Aztán leült. Nem tudom, neked mi fontos, de a menny több annál, hogy van hajunk. Egyszerűen tökéletes hely. Olyan leszel, mint amilyennek Isten teremtett. Újra szemtől szembe találkozhatsz azokkal a szeretteiddel, akiket egy rövid időre elveszítettél. Csodálatos találkozás volt, alig várom, hogy újra láthassam őket. Egy pazar kapu ívelt át fölöttünk. Olyan volt, mintha gyöngyházból készült volna, mint egy osztriga belseje. Valóban gyöngykapu. Alatta pedig tényleg aranyból volt az utca. Itt a földön a legértékesebb fém az arany, ott pedig utcakőnek használják. A menny ellenállhatatlan élményt nyújt az érzékszerveink számára. A látvány, a hangok, az illatok, minden, amit itt elképzelünk, sokkal erőteljesebb. Valóságos védasztal az érzékszervek számára, lehengerlő. Emellett a legvalóságosabb élmény, amiben valaha is részem volt. Valóságosabb, mint amit itt látok. Egy nap ez a hely már nem lesz itt. Egy nap már te sem leszel itt. De a menny létezni fog. Volt, van és lesz. Végtelen. Örökkön örökké megmarad. Az az igazi hely, ez itt mulandó. Mindannyian csak áthaladunk a földi életen. Nagyon megdöbbentő rájönni, hogy nem maradunk itt örökké. Még épp, hogy csak megérkezünk, fiatalok vagyunk, amikor a nagymama meghalt, vagy az egyik osztálytársunk. Mert fiatalon szembe kerülünk a halandósággal, és megkérdezzük, hogy ha ők meghaltak, akkor mi is megfogunk? A válasz igen. Mi történik akkor a halál után? Krisztus által a menny vár, ami valóságos, a legvalóságosabb dolog, amit valaha is láttam. Hallottam, láttam, és az illatát éreztem az ottani dolgoknak. Hallottam az angyalok szárnyainak a suhogását. Nem minden angyalnak van szárnya, de sokanak van, és rengetegen lebegtek a kapuk fölött, szolgálva Isten népének és a fogadóbizottságnak. Rendkívüli dolog volt hallani szárnyuk ritmusát, megnyugtató, vigasztaló hang volt. Zenét is hallottam. A zene a mennyei élmény elválaszthatatlan része. Némiképp különbözik még a legáldottabb keresztény zenétől is. Az ottani zene szent zene. Itt a földön sok olyan dalt éneklünk, ami ünnepli a feltámadást, hirdeti a keresztet, vagy a bárány kiontott véréről szól. A mennyben viszont Isten dicsőségéről szólnak a dalok. Halleluja dalokat hallottam meg olyant, hogy szent, szent, szent. És ezeket emelték Isten trónja elé, mert egyedül ő méltó a dicséretünkre. Az imádás Istennek szól, nem embereknek. Megdöbbentő volt viszont a következő dolog. Ha itt a Földön két dalt játszanak egyszerre, azt mondjuk, hogy tetszik mind a kettő, de egyszerre csak az egyiket akarom hallgatni. A mennyben egyszerre több ezer dal ment. És a mennyei fülemmel mindegyiket meg tudtam különböztetni. Nem csak a zene minősége, hanem a mennyisége is más. Az emberek mindig kérdezgetnek, hogy ez vagy az milyen, én meg mindig csalódást érzek, mert mennyei helyet akarok földi szavakkal leírni. Ez lehetetlen. Nem földi. Nagyon kevés dologban hasonlít csak arra, ami itt zajlik, de sokkal valóságosabb. Számomra ez az élet kevésbé valóságos, mert felfogtam, mennyire átmeneti. Pásztor voltam, és a gyülekezetbe tartva 39 évesen életemet vesztettem. Ilyen gyorsan megtörténhet. Nem tettem olyan dolgot, amit nem szabadott volna, nem ott voltam, ahol nem szabadott volna, hanem a gyülekezetbe tartottam, amikor bum, és ennyi volt az életem. És ott álltam a menny kapuinál. Megtapasztaltam a menny látványát, hangjait, az ottani emberekkel való találkozást, a mennyei dicsőséget, fenséget, a fényeket, a menny csillogását. Sosem láttam ennyire tiszta fényt. Olyan színeket láttam, amik a Földön nem is léteznek. Ha megkérdezed, milyen színek, hát nincs rá szavunk. Itt nem léteznek. Lenyűgöző volt.
Ezután szétvált az üdvözlő társaság, hogy beengedjenek a kapun. Bámulatos bejárat. Tisztára izgatott voltam, mert megláttam a különféle épületeket. Távolabb láttam egy nagy dombot, amelynek a tetején a legtisztább fény világított. Arra összpontosítottam, mert tudtam, hogy ott az Úr. Egyszer csak megállok a földi másodperc töredékének a töredékének a töredékére, mert a mennyben nincs idő. Hirtelen, messze a távolban mögöttem meghallom azt a dalt, hogy Jézus, micsoda barát. Dick énekel a kocsiban. És hirtelen ott találom magam az autóban, és azon gondolkodom, hogy mi történt velem. Nagyon rossz volt. A gyógyulásom ideje alatt ezerszer is megkérdeztem magamtól, hogy Isten miért adott bepillantást a mennybe, ha utána elvette tőlem. A legjobb válasz, amit találtam, az a következő. Azért, hogy elmondhassam nektek, hogy a menny valóságos. És te is odajuthatsz. Te is odajuthatsz. Arra tartasz? Ha hasonló történne veled innen hazafelé, bár ne történjen, de oda kerülnél? Oda lehet kerülni, és Jézus az oda vezető út. Megígérte. Mielőtt meghalt, és olyan kínokat szenvedett volna, mint amilyet egy millió év alatt sem tudnék elképzelni, együtt volt épp a tanítványaival, a tanítványok féltek, rettegtek, és össze is voltak zavarodva attól, hogy Jézus megmondta nekik, hogy 3,5 év után most ott hagyja őket, és nyugtalanok voltak. Gyanítom, hogy itt is vannak olyanok, akiket nyugtalanítanak dolgok. Jézus azt üzeni nektek a János 14-ből, hogy ne nyugtalankodjon a szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek bennem is. Az Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így lenne, megmondtam volna. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Majd újra eljövök, és újra magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Egyik tanítványa, Tamás megszólalt. Nem tudjuk, hova mész, és az utat sem tudjuk. Lehet, hogy te is ezt kérdezed ma. Oké, jól hangzik ez a mennyes dolog, na hogy oda akarok menni, de nem tudom, hol van, nem tudom, hogy lehet oda menni. Jézus egyenesen neked válaszol. Én vagyok az út. Ő az út. Tiéd lehet a menny Krisztuson keresztül. A konferencia központ kapujánál hoztam egy döntést, hogy erre vagy arra menjek. Nem gondoltam akkor, hogy fontos döntés, de nagyon is az lett, mert az egyik irányban jött a kamion. De mégsem ez volt a legnagyobb döntés az életemben. Akkor hoztam a legfontosabb döntést, amikor 16 évesen meghívtam hozzánk az ifjúsági gyülekezet pásztorát, mert meg szerettem volna térni. Feltette a kérdést, hogy volt már olyan az életedben, amikor Krisztust a szívedbe hívtad, hogy tegyen keresztényé és legyen Úr az életedben? Azt mondtam erre, hogy még nem. Szeretnéd megtenni? Hát pont ezért hívtalak ide. Akkor tedd meg most, és megtettem. Tehát amikor 39 évesen elgázolt a kamion, már készen álltam a mennyre, és ismertem az utat. Te ismered az utat? Jézus az út. Ő az út. Másfél évvel ezelőtt egy Louisianában tartott összejövetelén odajött hozzám egy hölgy, miután befejeztem a prédikációt. Odaállt mellém, retikol a kezében, lenéz rám és megszólal. Nagy utat tettem meg, hogy ma önt lássam. Válaszoltam, hogy nagyon köszönöm, hogy eljött. Erre azt mondja, küldtem önnek e-mailt is. Erre fohászkodni kezdtem, hogy Uram, segíts, ma reggel 10,000 e-mailt kaptam. Nem túlzok, komolyan mondom. Úgyhogy azt mondtam neki, hölgyem, mondja el, mi volt az e-mailben. Elmondta, a fiam meghalt Bagdadban, amikor egy autóba rejtett bomba felrobbant. Erre beugrott, és mondtam is a hölgynek, hogy igen, már emlékszem. A fia keresztény volt, ugye? Igen, válaszolta, 11 éves kora óta keresztény volt. Hála legyen ezért Istennek, mondtam, majd megfogtam a kezét, és folytattam. Nagyon sajnálom, hogy átmenetileg el kellett válniuk egymástól. Csak átmenetileg, ugye? Kérdezte. Igen, csak átmenetileg, válaszoltam. De az elválasztottság valóságos, és tényleg együtt érzek önnel.
hogy történt az eset. Rutin őrjáratra indultak, és a fiam vezette a katonai terepjárót. Ahogy mentek, meglátták, hogy úttorlasz van előttük. Még jó messze megálltak, mert tudták, hogy nem közelíthetik meg az úttorlaszt. Kiszálltak, hogy kerülő utat keressenek. Már éppen beszállni készültek, amikor az egyik mellékutcából kiszágoldott egy autó, és amikor melléjük ért, a sofőr felrobbantotta magát. A fiam egy pillanat alatt elvesztette mindkét lábát, az egyik karját és a látását. Halálosan megsérült. Minden komolyabb orvosi segítség messze volt, ezért nem tudták helikopterrel elszállítani. Amint felszállt a füst, hordágyra tették és bevitték egy egyszerű egészségügyi sátorba a közelben. Egy ápolóból és egy orvosból állt a személyzet. Betegágyra tették és megpróbálták pótolni a vérveszteséget, de mivel két lábát és egy karját elveszítette, valamint más sérüléseket is szenvedett, több vért vesztett, mint amennyit pótolni tudtak. Nagyon gyorsan párolgott belőle az élet. Hálás vagyok azért az ápolóért, aki akkor szolgálatban volt. Igazi szent, egy angyal. Oda ment a fiamhoz, és azt mondta neki, tudnod kell, hogy nagyon súlyosan megsérültél. Azt válaszolta, sejtem, hogy így lehet. Azt is tudnod kell, hogy nagy esély van rá, hogy nem éled túl. Tudom, válaszolta. Jó lett volna tovább maradni, de készen állok, ha mennem kell. Készen állsz? Igen, tudom, hová megyek. 11 éves koromban megtértem, úgyhogy készen állok. Erre válaszolt, dicsőség ezért Istennek, fiam, köszönöm. Van még valami, amit tehetnék, érted? Igen, hölgyem. Megmondaná az édesanyámnak, hogy szeretem? Megmondom neki, mondta az ápolónő. Ha kell, személyesen is felkeresem. Köszönöm. Ekkor szerintem Istentől kapott egy indítatást a hölgy, mert ahogy magára hagyta, azt mondta neki, van egy könyvem, otthonról küldte valaki. Az a címe, hogy 90 perc a mennyben, és egy olyan férfiről szól, aki meghalt egy balesetben, és amíg halott volt, a mennyben járt. Szeretnéd, ha olvasnék belőle? Igen, hölgyem, válaszolta. Nagyon is szeretnék a mennyről hallani. Akkor idehozom. Oda vitte a könyvet, oda húzott egy széket, és elkezdett a mennyről olvasni. És miközben a mennyről olvasott, a fiatalember oda költözött. Ahogy az édesanyja elmesélte a történetet, a körülötte állók csendben sírni kezdtek. A hölgy így folytatta. Azért jöttem el, hogy megköszönjem önnek, hogy megírta a mennyről szóló könyvet. Az utolsó dolog, amit a fiam itt a földön hallott, az annak a helynek a leírása volt, ahová nem sokkal később távozott. Köszönöm. Csak egy dologra tudtam gondolni, odahajoltam és belesuktam hölgy fülébe. Hölgyem, egy hálás nemzet tartozik köszönettel az ön áldozatáért. De eljön a nap, amikor újra találkozni fognak, és szemtől szembe látják egymást. Azt mondta, már alig várom. Kérem, imádkozzon értem. Ez a fiatal katona ma már a mennyben van, mert tudta az utat. És te? Lefoglaltad már a helyedet a mennyben? A Biblia azt mondja, ha egyetlen ember átjön Isten országába, a mennyben örvendeznek az angyalok. Akár a te nevedet is énekelhetik még ma, ha úgy döntesz, hogy ott akarod tölteni az örökké valóságot. Helyezd Krisztusba a bizalmadat. Ha még sosem tetted meg, akár fiatal vagy, akár idős, most meg kell tenned. Azért jöttem, hogy elmondjam, a menny valóságos. És Jézus az oda vezető út. Imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ma együtt lehettünk. Imádkozom mindenkért ebben a teremben, akik különböző korúak és hátterűek és különböző helyeken élnek. De itt ma együtt kijelentjük, hogy ugyanarra van szükségünk. A megváltóra, Jézusra van szükségünk. Mindenkiért imádkozom, aki itt van. Igazából kétfajta ember van, az, aki készen áll, és az, aki még nem. Most azokért imádkozom, akik le akarják foglalni a helyüket a mennyben. Nem a gyülekezethez kell csatlakozniuk, de megtehetik, ha akarják. Arra van szükségük, hogy ha eljön az idő, készen álljanak arra, ami rájuk vár. Jézus az út a mennybe, tudjuk, Urunk, mert megmondtad. Ezért jött, ezért győzte le a halált.
Meghalt, de legyőzte a halált. Visszatért élve húsvét vasárnapján. Élő megváltott szolgálunk, aki elérhető a világ számára ma is. Uram, imádkozom, hogy azok közül, akik ma idejöttek, senki ne hagyja el ezt a termet anélkül, hogy tudná, hogy övé a menny, és hogy Jézus a mennybe vezető út. Imádkozom azokért is, akik nehéz szívvel érkeztek. Kemény dolgokkal küzdködnek az életükben, és új életcélt kell találniuk. Azért imádkozom, hogy ez legyen életük új szakaszának az első napja. Az a nap, amikor elhatározzák, hogy elegük van abból, hogy betegek és belefáradtak az életbe. Az a nap, amikor lapozni tudnak, és elkezdik keresni, hogy hogyan lehet azt a tragédiát vagy körülményt, amibe kerültek, felhasználni, hogy mások számára áldást jelentsenek, mert túlélték, kitartottak és győztek. Ez hatalmas kihívás és hatalmas áldás is lehet. Urunk, szólj a szívünkhöz, és segíts, hogy igent tudjunk mondani Jézusnak. A menny valóságos. Jézus az út. Uram, azért is imádkozom, hogy ezeket az embereket még itt a Földön is újra láthassam. De ha nem lehet, akkor teljes szívből kérlek, hogy egy nap majd a kapuknál találkozhassak velük. Annak a személynek a nevében, aki a jelenleginél jobb helyet készít nekünk, a mi Úrunknak, Jézusnak a nevében. Ámen.